Köszöntöm kedves nézőinket! Március 15-e alkalmából idén is meghirdették az ünnepi rajz és eszépályázatot. Fókuszban mi más lehetett volna, mint a magyar zászló, illetve címer. A megmérettetésen immár harmadik alkalommal vettek részt a magiszteres diákok, közöttük Lengyel Renáta is, aki második helyezéssel, illetve külön díjjal tért haza. Pontosan milyen élményeik szerzett ott, illetve milyen művel ért el ezt a csodálatos eredményt, arról vele, illetve tanárával, Páncsics Edinával beszélgetünk. Köszöntöm, köszöntelek a stúdióban. Szia, Brigitte! Szia! Március 15-e nyilván elmúlt, de ebből az alkalomban nagyon sok díjat adtak át országos szinten, illetve városi megyei szinten is, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan elismerés, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hiszen egy igazán fiatal tehetség kapta ezt a díjat. Milyen élményeket szereztél, kicsit mesélj róla? Nagyon nagy élmény volt elkészíteni a munkát is, hiszen idén teljesen más technikával dolgoztam, idén kezdtem el linót metszeni, és ez talán a harmadik munkám lehetett a sorban. És nagyon pozitívan ért engem, hogy díjazták a munkámat, és nagyon nagy élmény volt ezért elmenni a Várkert bazárba és ott átvenni a díjat. Egyébként ilyenkor mit lehet elmondani, hány mű fordul meg a fejedben, vagy hányat vetsz papírra, hogyha már így fogalmazok, hogy papírra, nyilván ezért egy speciális technikáról van szó. Tehát azonnal megszületett ez a fejedben, amivel nyertél, ezt meg később látni is fogják a nézők egy összeállítás keretében, vagy pedig több minden volt egyszer a fejedben, és több idő volt elkészíteni. Őszintén ezt témához kapcsolódóan döntöm el, hogy milyen ötleteim vannak, és hogy szeretném a továbbiakban. Itt egyértelműnek találtam, hogy egy Rákóczi portrét szeretnék elkészíteni, és ezt átvinni olyan formában, hogy az kimetszhető legyen egy linoleumon. Már ez a harmadik alkalom volt, hogy képviseltette magát Szolnok és az iskola is. Hogyan lehet inspirálni a diákokat, vagy milyen ötleteket lehet nekik adni, hogy azért meg tudjanak újulni és új dolgokat tudjanak mutatni? Hát ez egy nagyon-nagyon nemes és nagyon szép versenyről beszélünk. Kárpát-medencében hirdetik meg. Több ezer alkotásról beszélünk. Nagyon sok munka szokott ilyenkor elkészülni. Minden évben egy nagyon híres magyar személyiséghez kötik a témát. Ugye ebben a tanévben II. Rákóczi Ferenc volt. Nagyon sokan mellé állnak, rengetegen, tehát hogyha megnézzük a díj kiosztót, hogy Wittner Mária, hogy megnézzük, hogy Jankovics Marcell volt az zsűri egyik elnöke, akkor végig kell ezt gondolnunk nekünk is, hogy mivel az iskolánk is olyan típusú, hogy rengeteget foglalkozunk művészettel, művészettörténettel. Ráadásul pont Rákóczit nem is rég vettük, ugye a Mányoki Ádám festményéről beszélek, ugye, amit nagyon sokszor találkozunk vele, illetve az 500 forintoson is ugye Rákóczi Ferencet látjuk. Rögtön inspirálta a gyerekeket. 12-esek voltak most ebben az évben, akik erre jelentkeztek, és szívesen részt vettek benne, és ők voltak, tehát pont a realizmust vettük, romantikát vettük, pont hozzájuk tartozott, illetve rajzórán meg portrét rajzolnak. Tehát igazából nem is úgy szoktam például órán motiválni a gyereket, hogy na gyerekek, a mai órai feladat az lesz, hogy csinálunk egy jó rajzpályázatot, szó sincs erről. Véletlenszerűen szinte belopom magamat, vagy belopom azt a pályázatot, amire igenis, hogy érdemes rajzolni. És azokra a pillanatokról, amiket az előbb említettem, látható is, mert láthatják a nézők az alkotásokat, illetve magát a Várker bazárt is. Milyen volt látni a művedet kiállítva? Ez alkalommal fogalmazhatok én így is. Nagyon jó érzés volt látni, hogy milyen sokan jelentkeztek, és hogy abból a sokból is kiválasztották az én munkámat, és ott lehetett az első három közt. Ez egy nagyon, nagyon jó érzés volt, és maga a hely is egy elég neves hely szerintem, és nagyon jó érzés volt, hogy ott kiállították. Azért itt több mű is volt. Azokból ilyenkor mennyire tudsz merítkezni, vagy te hogyan állapítottad, meg hogyan láttad? Milyenek voltak azok, amiket kiállítottak? Tanulságos volt látni, hogy mindenki máshogy közelítette meg a témát. Ugye volt, aki magát az ászlót és a címert helyezte középpontban, nem pedig II. Rákóczi Ferenc alakját. És ez nagyon tanulságos, ahogy láttam, hogy ki hogyan közelíti meg a magyarságot és a magyar létet.
Nagyon jól kimondtad ezt a kulcsot, hogy magyarság, hiszen itt arról is szó van, hogy a magyarságunkat, az öntudatunkat, a szabadságunk megszerzésének, erősítésének a tudatát igazából a fiatalokban minél mélyebbre átadják, vagy minél mélyebben elültessék. Hogyan látja, hogy hogyan lehet a fiatal, tehát a fiatalok erre fogékonyak? Vagy nyilván itt azért nem könyvekről van szó. Át tudják adni ezt az érzést alkotásokon keresztül? Biztos vagyok benne, nem véletlen szerintem, hogy ezt létrehozták, ezt a versenyt is igazából. Nagyon jó kérdést tettél fel különben, Brigi. Fontos számunkra. Sokszor halljuk, az osztályfőnöki óra kiemelt feladata a magyarságtudatnak, az önbecsülés, a hovatartozás, és ez egyre jobban átjött, ugye, ha nem akarjuk is, szembesülünk vele. Fontos nálam például a magyar címert, azt minden évben megrajzoltatom, tudják az arányait, a méretét, a jelképeinket, ezek szerintem az alapműveltségünkhöz bizony-bizony hozzátartoznak. És egy nagyon szép könyv is érkezett ide a stúdióba, ez az asztalon látható. Mit kell erről a könyvről tudnunk? Minden évben a győztes munkákat egy könyvben jelenítik meg. Most ebben az évben, ugye, milyen érdekes, ugye Mátyás királyt látjuk, tavaly mindig a következő évnek a nyertes munkái lesznek benne, tehát a Lengyel Reninek a munkáját, majd remélem a 2019-es évben fogom elhozni nektek, hogy megnézzük. Csaba Attila munkáit látjuk, ő is egy grafikai munkával dolgozott tavaly, papírmetszetet, ez egy nagyon régi technika, nagyon szeretjük. Milyen érdekes, hogy Leni, ő is egy sokszorosító grafikát választott, Attila is, és most jelent meg gyönyörű minőségi kiadásban, teli van esszékkel, a legszebb munkákkal, egyetemistákig rajzolnak gyerekek, de volt egy olyan évünk például, amikor Székesfehérvárott, akkor Szent István volt a téma, akkor például kisebbeket is megfertőztünk ezzel a magyarságtudattal, akkor pedig nagyon szép, mert ilyen Jankovics Marceles illusztrációkkal, és ott voltak, ők csak külön díjasok voltak, de például Héja Kittim akkor is második helyezést ért el. Igen, ez a második helyezés, úgy látom, de nem lényegtelen különben ebben a helyzetben, már nem a vagy első, második vagy harmadik, szó sincs erről, hanem ott lenni és részt venni és kezet fogni és érezni azt, hogy milyen fontos, amit csinálunk, és mi tanárok is. És azt gondolom, hogy lehet, hogy második, de nekünk szolnokiaknak ez a tuti befutó, az első helyén így fogalmaznék inkább. Mindig, tehát hogy hallottunk itt más technikáról is, hogy mivel készítette a tavalyi munkáját, ki bekerült a könyvbe, te viszont Linóval készítetted a munkát. Mi valamiért ragaszkodunk valamilyen stílushoz mindig, akármilyen területről legyen szó az életben. Miért pont a Linóhoz ragaszkodtál? Az volt most számomra a legkézenfekvőbb, hiszen jelenleg az iskolámban is grafika szakon tevékenykedek, és az órákon csak számítógépes grafikára van lehetőség, de viszont kint a vizuális iskolában hagyományos, sokszorosító grafikai eljárásokra is van lehetőség kipróbálni, és én ezért választottam a Linómetszetet. És már Jankovics Marcell neve itt elhangzott, ugye Kossuth díjas és Balázs Béla díjas rajzfilm rendezőről, illetve grafikusról van szó, ő is a tehát ő volt az egyik, aki átadta a díjakat. Milyen volt őt látni? Esetleg lehetett vele beszélgetni is? Igen, tudtam vele pár szót váltani, és ez nagyon jól esett látni azt az embert, aki elkészítette a gyermekkorom egyik legkedvesebb mesesorozatát, és... Ilyenkor egyébként tudnak tanulni a diákok? Tehát most nem csak Jankovics Marcellről beszél, hiszen nagyon sok ember van. Tehát azért mondhatjuk azt, hogy egyfajta workshop jellege is van ezeknek a versenyeknek, hogy ott vannak olyan emberek, akikből ti nyilván tanulhatok, és nyilván ők is tanultak annó valakitől. Biztos vagyok benne, mondjuk Jankovics Marcell, el kell mondani, egy nagyon közvetlen ember. Ez egy egy tündéri emberről beszélünk, és végtelen közvetlen tud lenni. Igen, nagyon nagy hatással van ám a gyerekekre. Tehát az ő neve valahogy beleivódott szerintem, és a mostani korosztály is tudja, hogy ki az a Jankovics Marcell. Tehát jó a környezetében lenni. Amikor végeztünk és eljöttünk az állófogadásról,
olyan jó érzéssel telíti el az embert, olyan nagy levegőt szippantottunk, olyan fontos dolog, jól éreztük magunkat. Ezek azok a pillanatok, amiket megragad mindannyiunknak, úgy gondolom. De hát emellett nyilván a kihívások azok nem fejeződnek be. Mi a következő lépés? Az iskola mellett készülsz valami versenyre? Vagy esetleg voltál mostanában valami versenyen? Éppen a hétvégén zajlott le a megyei rajzverseny. Ott is részt vettem. Második helyezést értem el festészet kategóriában. Előreláthatólag most én nem tudom, hogy lesz-e olyan pályázat, amit én megpályázok. Jelenleg most az érettségi egy kicsit fontosabb. Hát nyilván teljesen igazad van, hiszen a jövő az a legfontosabb, hiszen abból tudsz majd még nyilván más felemelni. Hát én nagyon gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy eljöttetek, és megosztottátok ezt velünk, ami történt, és azt kívánom, hogy a jövőben még több ilyen eredmény szülessen. Köszönjük szépen. Most pedig egy kicsit más területtel folytatjuk, sportolni fogunk, de igazán különleges módon, hiszen babaúszás következik. Mint ahogy mondtam, babaúszással folytatjuk. Vendégem Szabó Nikoletta, babaúszás oktató. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm, hogy meghívtatok. Igen, közel tegnap volt egy órátok, amin mi is ott voltunk a stábbal, és azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon meglepődtem, hogy ilyen sokan járnak babaúszásra, és te még azt mondtad, hogy ez nem is a teljes létszám, tehát ennél többen vannak. Pontosan egyébként, hogy kell elképzelni, milyen korosztályt, hogy hány éves kortól viszik a babákat úszni, és egyébként mennyi gyerekkel tudsz foglalkozni? Úgy van, hogy 3 hónapos kortól lehet foglalkozni egy babával már, amikor már megkapta az összes kötelező oltását, ami 3 hónapos koráig kell, illetve a megfelelő hőháztartása is már kialakult, illetve hogyha bármilyen egészségügyi probléma van, akkor az orvosnak azért a jóváhagyását ki kell kérni, mert orvosi papírokat azért beszoktam néha kérni, hogyha erről van szó, és 3 éves korig foglalkozunk babaúszással. Utána már meg lehet kezdeni az úszás oktatást, akkor már az ideg-izom koordinációja annyira fejlett a babának, illetve ott már kisgyermekről van szó, hogy akkor már sokkal precízebben tudja felfogni a feladatokat, és sokkal hatékonyabban lehet az úszás oktatást már megkezdeni. Alapvetően nyilván itt nem olyan szó szerint úszásról van szó, mint amit már egy 5-6 éves gyermek csinál, hanem különböző más mozdulatokról. Konkrétan ez egyébként mit erősít a babáknál? Úgy van, hogy még ebben a korban még inkább vízhez szoktatásról beszélünk. Nyilván vannak hasonló mozdulatok, statikus és dinamikus mozgások, amik már hasonlítanak egy úszó mozgáshoz, de még nem annyira fejlettek, hogy ezt be lehetne náluk vezetni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a babáknak ahhoz, hogy az izmukat fejlesztjük, maga az immunrendszer fejlődésében nagyon fontos, sokkal nyugodtabbak a babák, hamarabb szocializálódnak, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jót tesz nekik. A foglalkozáson 2 csoportot láthatunk, tehát ők időpontban is el vannak nyilván különítve egymástól, egy egészen fiatal, tehát még nagyon piciket, illetve azért már nagyobbacskákat is, akik mondhatjuk, hogy sokkal rutinosabbak voltak, nyilván a szüleik is rutinosabban csinálták már az adott feladatokat. Egyébként, hogyha korosztályokat nézzük így lebontásban, akkor mit lehet elmondani, hogyan kezdődik egy-egy óra, mindenképpen hogyan kezded igazából a szoktatást az adott légkörhöz, a babáknál, a szülőknél? Minden baba más, szóval mindegyik babát máshogy kell kezelni. Nyilván ez egy kicsit bonyolultá is teszi a foglalkozást, mert hogyha többen vagyunk, akkor minden egyes babára külön hangsúlyt kell fektetni. Főleg vannak, akik nagyon-nagyon dinamikusok a vízben, sokkal hamarabb oldódnak, jobban élvezik, illetve vannak olyan babák is, akik az elején nekik még ez kicsit szokatlan, hideg nekik hirtelen a víz, vagy az egész környezet egy kicsit sötét, vagy olyan zordnak érzik magukat, hogy ez egész egy kicsit furcsa nekik. És velük sokkal, sokkal lágyabban kell hangszint is mást kell alkalmazni, illetve maga a foglalkozás is sokkal lazább, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát inkább úgy mondom, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell rájuk fektetni. Általában mindig az van, hogy
mindig csak egy kisebb bemelegítő mozgásokat végzünk, megmutatom, hogy mik az alapfogások, bemutatkozunk egymásnak, hogy ismerjenek fel a babák, de az nagyon fontos, hogy végig, tehát nem végig, de azért 90%-ban a szülő végzi a feladatokat a babával, nem én. Én csak mutatom, hogy mit kell csinálni. És folyamatos interakcióban vagy, hiszen tényleg így azt van. Kell, hogy mondjam, hogy tényleg folyamatosan mondod. Én azt is láttam, hogy folyamatos a segítség, és nyilván, ha valami nem úgy alakul. Így van. Sajnos kiszámíthatatlan az, hogy egy baba éppen milyen reakciót fog produkálni egy adott gyakorlatra, vagy mozdulatra. Éppen milyen kedve van, hogy ébredt, az anyának átveszi a rezgéseit, úgyhogy milyen reflexzerű mozgások jönnek ki nála, ami úgy automatikusan a víz hatására alakul ki náluk, úgyhogy nagyon fontos az, hogy tényleg külön-külön egyénként kell őket szerintem figyelni, vagy bánni velük. És van alapvető mozgások ezt már, vagy mozdulatsorok, ezt te is mondtad egyébként. Mik ezek a mozdulatsorok pontosan? Hol kell megfogni a babát mindenképp, hogy neki az jó legyen? A két legfontosabb fogás, az egyik az a hónalfogás, és akkor azt előről, illetve hátulról. Tehát ez a kettő, ami szerintem a legalapvetőbb. Ezeket tudják a legkönnyebben a szülők is elsajátítani, és akkor utána jönnek már olyan fogások, amikor már csak a tarkójánál fogjuk, amikor már lebegtetjük a babát, és akkor csak tényleg a tarkónál, illetve az állnál fogjuk meg a babát, illetve a kis kezénél fogjuk meg, úgyhogy utána már sokkal több variációt lehet használni, amikor már egyre fejlettebb a baba. És igazából tényleg a reakciós kiszámíthatatlan. Volt olyan baba, aki végig, mondjak azt, hogy kacarászott, tehát nagyon vidám volt. Volt olyan nyilván, aki elsírta magát egy síros baba esetén. Azt tanácsolt, hogy akkor ők most egy kicsit menjenek ki a medencébe, vagy semmi esetre sem ez nem jött szóba, próbáljátok megnyugtatni a babákat ilyenkor? Először mindenképpen azt próbáljuk, hogy megnyugodjon a baba, és utána, hogyha azt látom, hogy már nem igazán tud koncentrálni, és inkább ez most egy negatív élmény lesz neki, mint egy pozitív, akkor inkább azt mondom, hogy akkor mára elég volt, és akkor legközelebb megpróbáljuk még egyszer. Nem, én azt javaslom a szülőknek is, hogy nem szabad feladni az elején, mert nagyon sok olyan babám volt, aki az elején az első pár alkalmat szinte végig sírta, és utána meg ugyanúgy merül, és fel tud oldódni, és élvezi most már a foglalkozásokat, és rengeteget fejlődött. Pontosan emiatt van tehát az a baj, hogy a szülés után, vagy hát inkább a szülés után, amikor mondjuk megfürdetik őket, vagy az első fürdetés otthon, az anyuka is fél. Az a baj, hogy átveszik a babák a rezgést az anyának, vagy a szülőnek, vagy aki éppen a foglalkozásra jön vele. És hogyha görcsösen látom, hogy próbálom a szülőket is nyugtatni, hogy nyugi, semmi baj nincsen, nem fog semmi baj történni, nem fogunk belefulladni a baba a vízbe, vagy nem csinálsz már semmi rosszat. Mert akkor automatikusan a baba elkezd gyakorlatilag sírni, hogy úristen, nagyon mély fél. De mondom, a szülésnél is, a szülés után is az első fürdetés hideg vízzel az megfürdették, lezuhanyoztatták, és akkor amiatt alakul benne ki egy negatív élmény, és ezeket kell oldani, mert tényleg nagyon sokat olyan ismerősöm is van, olyanokat is tudok, akiknek a babája már elég nagy, és még most is mondjuk nem tud hajat mosni, mert úristen, víz éri a fejét a babának. Tehát pontosan ezért mondom azt, hogy ilyenekkel ezeket ki lehet oldani, és utána tényleg egy életvidám, egészséges baba lesz, aki tud menni strandra, szocializálódik, szóval tényleg. Hát nyilván az ösztön benne van, csak ugye mi általában a szülők ugye félelemmel élnek meg sok mindent, hiszen kis olyan kis pici, én is néztem, olyan pici kezük, fejük, lábuk van, hogy úristen, hogy fog fönnmaradni. Nyilván van egy tartás, de hogy fog fönnmaradni a vízen, és igen, fönt maradnak és mozgatják a lábukat, viszont két dolgot megfigyeltem. Volt olyan, a babák többsége, amikor nyilván hanyat feküdt, akkor annyira azért nem indult be ez a reflex, nem mozgatták a lábukat, viszont hasonfekve egyből elkezdtek kalimpálni a kis lábak. Ez miért van, hogy a két különböző pozícióban másként reagálnak? Jó kérdés. Szerintem ez is különböző. Valamelyik baba nagyon élvezi, amikor hanyat fekszik, amikor hátul lebeg a vizen.
amint láttad is, volt, tehát nagyon sok új baba is volt most, akik tényleg nagyon picik, 3 hónaposak, és még most voltak először, és már rögtön fel tudtam őket fektetni a víz tetejére, úgy, hogy, hogy tényleg egy kis vízkeretet képeztünk az arcára, mert nagyon fontos, hogy a fül az a mindig a vízben legyen, egy az, hogy ő érezze azt, hogy most ő vízben van, ebből fogja utána a merüléseket, mert mi, tehát én úgy, mint a búvár reflexben, nyilván hiszek, mert tudom, hogy a babák automatikusan zárják a szemüket, szájukat, de nem mindig. Tehát, hogy ők nekik már azért kialakult ez a légzésük, és ezáltal már ők már ott vesznek levegőt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem mindig használják mégis ezt, mert annyira örül annak a víznek, annyira furcsán, tehát ő már issza a vizet, tehát hogyha már, főleg, hogyha nem cumisztatjuk, hanem pohárból itatjuk, akkor ő neki már automatikusan, hogy víz éri a száját, ő inni akar. Tehát ezért én azt a módszert tanultam, hogy imitált merüléseket alkalmazunk, ami abból áll, hogy jelszavakat mondunk nekik, és utána a jelszót mindig rögtön követi a cselekvés. Tehát mondjuk neki a nevét, azt, hogy hoppán merülünk, és utána jön a mozdulat, az imitálás. Először még nem visszük a víz alá babát, hanem csak mossuk az arcát vízzel, vagy nem locsoló, hanem valami vödörrel, hogy még véletlenül se kapjon levegőt, amikor leöntjük. Úgyhogy ezek szerintem nagyon-nagyon fontosak, hogy ezeket megtanulja a baba, és pontosan ezek az, amikor hanyat fekszik, és a füle a vízben van teljesen, az is nagyon fontos, mert akkor is végig vízben van, és teljesen mások a hanghatások, meg minden egyes hatás más, ami a vízben, tehát másabb, mint amikor a levegőben vagy, vagy kint, vagy a szárazon. Alapvetően nyilván azt már említetted, hogy segít nekik sok mindenbe, tehát ugyanúgy a beilleszkedéstől kezdve a mozgásban, de kielezetten egyébként miket mozgat meg leginkább nekik ez az úszás? Ő nagyon sok olyan baba van, akinek a szülés után abban a merev helyzetben, tehát le vannak nekik, kötöttek nekik az izmaik, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a megfelelő mozgás kialakuljon náluk, illetve ne legyen semmilyen mozgáskoordinációs probléma ezeket az izmokat oldani, és ebben segít nekik, illetve ugyanúgy ez mindegy egy stressz helyzetként is van bennük, és ezt a stresszt is oldja. Tehát az, amikor görcsösen még félek, és még bent vagyok anyahasába, és még, hát észre lehet venni, hogy 3 hónapos baba még szinte görcsben van, és a kezét alig tudjuk neki mozgatni, tehát vannak malomkörzésnek hívjuk, tehát nyilván válkörzések előre-hátra, azért vannak a lábcsobogós gyakorlatok, hogy ott is a csípőt, ugyanúgy kötött csípővel nagyon sok baba születik, úgyhogy azokat is oldja, úgyhogy az izom, tehát az izom fejlődését segíti a babának. Egyébként hogy látod, szerinted ezzel ki lehet mutatni olyan problémákat, rendellenességeket, amik mondjuk nem pont olyan ütemben fejlődik a baba, erre alkalmas? Így van, így van. Vannak is olyan módszerek, például az oktatóm foglalkozik sérült babákkal is, és akiknek ilyen egészségügyi problémájuk van, és így van, tehát hogy én, mint oktató, mint szakember, én már észre tudom azt venni, hogy egy babával valami nincs rendben. Tehát, hogy akkor ezzel kérem forduljon tovább szakemberhez, és akkor ezt orvosolni kell, mert valószínű, hogy van valami mozgásszervi rendellenesség a babával. Azért itt több mindent is fejleszt, hiszen megjelenik az ének, én azt is hallottam, hogy énekeltél a babáknak. Nyilván a kapcsolat az minél szorosabb lesz, hogy az anya vagy az apa tartja éppen a gyermeket a kezében. Vannak színes labdák, kis figurák. Ezeket te építetted így be, vagy ezt mindenféleképpen minden úszásnál így kell egyébként csinálni? Én amit tanultam, mióta a játékot nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy azáltal tudjuk fejleszteni a babának az egyéb más területeit is, mint például az, hogy vagy a koordinációját, hogy nyúl a baba, az, hogy milyen, hogyan fogja meg a labdát, milyen állaga van, tehát amint láttad is, hogy különböző a felületük a labdáknak, van, ami kicsit rücskös, van egy valami simább, kicsi, kisebb, nagyobb, stb. Tehát ezek is a mozgás koordinációját is fejlesztik, illetve az, hogy jobban koncentráljon bizonyos feladatokra, játékok vannak párosan is, tehát amikor
többen vannak, és akkor úgy vannak kukucsolós játékok, vagy a hoppá játékok, amikor mondjuk ellentétesen rakjuk a fejünkre a locsolót, tehát amikor tudja, hogy ez már nem rendeltetésszerűen van használva, úgyhogy ezekkel motiválni lehet őket. Úgyhogy a játék az az egyik legfontosabb dolog szerintem az úszás folyamán, mert nyilván ők még babák, gyerekek, tehát nyilván nem válhatunk el tőlük semmi komolyat, hogy annyira tudjanak koncentrálni, de a játék során ez egy tökéletes kikapcsolódás mind a babának, mind pedig az anyukának. És hát a Hozamklubban várod a babákat, pontosan mikor, melyik az a két nap, mondjuk el? Minden szerdán van, 10 órától van az úszás, és előtte van egy babamasszázs is, az 9:30-tól, amint beszéltük, több csoport is van. Úgy vannak a csoportok, hogy nagyjából tehát 3 hónapossal kezdjük, és olyan körülbelül attól függ, hogy mennyire sűrű jár a baba, vagy már mennyire tud merülni, és olyan 8-9 hónaposig van az első csoport, és akkor a második meg 1 évestől, ők velük szoktam 10:30-tól foglalkozni, és akkor nekik a végén van egy babamasszázs, és akkor ez van szerdán is, meg vasárnap. Köszönöm, hogy ezeket megosztottad, és remélem, hogy nagyon sok mindenkinek most felkeltettük az érdeklődését, és elvettük a félelmét. Én további sok jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Ennyi fért a mai Naprakészbe. Naprakészsel holnap is várjuk Önöket, ám friss témákkal. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gardrób biztosította, ami a nőket illeti. A műsorvezető frizurája és sminkje a Hullámfalt Drászik és kozmetikai szaküzletben vásárolt termékekkel készült. www.hullámfaltdrászik.hu